Nagy boldogság számomra, hogy a nevelőközösségem, intézményvezetésem és a fenntartunk, Karcagváros önkormányzata méltónak talált engem erre a díjra, mondta meghatottan a díjazott, aki 1987 óta dolgozik óvodapedagógusként, és azóta több új dolgot indított el, vezetett be az óvodájában. Nagyon felemelő érzés volt, nagyon örülök ennek az elismerésnek. Nagyon nagy boldogság számomra, hogy a nevelőközösségem, intézményvezetésem és városunk fenntartója, Karcagváros önkormányzatlan méltónak talált engem erre a díjra. Nagyon boldog vagyok. Nagyon büszke vagyok tehetséggondozó munkámra, melyet a 2010-11-es nevelési év óta vezetett. Számos pályázati programot sikerült megírnom, illetve megvalósítanom. Büszke vagyok arra, hogy a kézműves szakmai munkaközösséget vezetem 2013 óta. 2014-től intézményünk kézműves alkotótáborának vezetője vagyok, erre is nagyon-nagyon büszke vagyok. 2018-ban volt egy a Kunokutyát járva pályázaton, melyre különösen meleg szívvel gondolok vissza, hiszen a kun őseink kultúrájával és történetével ismerkedhettek meg a gyermekek egy egész évet felölelő program sorozat keretében. Az óvónő felelőssége nagyon nagy a tehetséggondozásban. Már óvodáskorban fel kell karolnia, meg kell találnia ezeket a gyermekeket. Elengedhetetlen, hogy minden nap figyelemmel kísérjük a gyermekek fejlődését, azokat a területeket, melyekben ők az átlagtól kiemelkednek, amelyben tehetségesek, melyeket szeretettel önként végeznek a gyermekek, és ezeket nekünk meg kell ragadni, és még magasabb szintre kell emelni a gyermekekben. Természetesen nyomon követjük az iskolába elmenő gyermekeinket, egyes rendezvényeinkre meghívjuk őket, és azon a területen, melyben ők már az óvodában is megcsillantották tehetségüket, gondolok itt olyanra, hogy egy-egy zenedarabot előadnak hangszeren, vagy egy gyönyörű mesét, verset adnak elő az óvodában, és ők is nagyon örülnek ennek a lehetőségnek, és örömmel látogatnak vissza az óvodájukba. Beszéljünk a tehetség kapcsán óvónéniről is, hiszen a Csokonai óvodában már kiállításán láthattuk, hogy milyen tehetségesen rajzol. Ez a rajzolás már gyerekkorom óta az életem része volt, nagyon-nagyon szerettem már akkor is alkotni. Majd a családom kedvességből, születésnapom alkalmából meglepett engem egy tanfolyammal, melyet képzőművészek kell tudtam végig csinálni, és én azóta, immáron a harmadik éve, hobbi szinten, autodidakta módon művelem tevékenységet. Többen vannak, akik Nagy Tiborné hatására az óvodapedagógus pályát választották, bár ma ez nem a legnépszerűbb hivatás. Bízunk benne, hogy lesz utánpótlás, ezen dolgozunk, ezen fáradozunk kolléganőimmel együtt. És ha esetleg még van egy pár perc lehetőségem, szeretném megemlíteni az óvodánkban folyó hagyományápolást, a helyi néphagyományokat átörökítő tevékenységeinket, melyeket nagyon fontosnak érzünk, hiszen mi tudjuk a gyerekek elé érzelmileg közelebb hozni azokat a helyi kulturális értékeket, melyek itt a mindennapokban körülvesznek bennünket. Számos karcagi népi iparművésszel, kismesterrel nagyon-nagyon jó együttműködő kapcsolatot ápolunk. Ők rendezvényeinket önzetlenül támogatják, jelen vannak, és ezáltal a hiteles tudásukkal segítik azokat a célokat, feladatokat, melyeket mi a múlt átörökítése céljából kitűzünk magunk elé.